Sziasztok! Tartozom még nektek egy résszel. Jó, valami kicsöppent a számom. Bocs, ha túl feltűnő volt. Volt két vloggal ezelőtt, ugye bemutattam nektek Kerekes Évit, a hegymászót, innen Makóról. Akkor bemutatta a felszereléseit, milyen dolgokat visznek magukkal egy-egy ilyen hegymászó túra alkalmával. És még van hátra egyetlen egy rész ebből a kis bemutatóból, amit a mai napra terveztem nektek megmutatni. Nem tudom, mi ez, ismeritek-e vagy nem. Én ezt tegnap voltunk a boltban, és ezt levettem a polcról. Hibátlan. Szóval várjuk vissza Évit egy élménybeszámolóra, remélhetőleg. A párjával sikerült beszéljek, és azt mondta, hogy Évi tökéletesen jól van, jól érzi magát. Elindultak a nagy túrára, úgyhogy szurkoljunk neki, hogy sikerüljön neki a csúcstámadás. Ugye a csúcstámadás az azt jelenti, hogy feljusson a csúcsra. Ezt a hegymászó szaknyelven talán úgy mondják. Következzen a harmadik befejező rész. Ez micsoda? Az reverzó a neve, biztosító eszköz, és az ereszkedés során használjuk. Úgyhogy kötelet fűzünk bele, és megszorul a kötél, illetve amikor sziklát mászunk, az elölmászónak a biztosítására használjuk ezt az eszközt. Ez a másik rendkívül fura dolog, ez pedig a mászógép, más néven a jumár, lehet, hogy így jobban ismerik. Biztos láttátok az Everest filmet. Na, aki látta az Everest filmet, az látott ilyen jumát is benne. És annál a résznél láttátok, amikor mentek fel a Locsafalon. Van rajta egy ilyen kis fülike, itt, amivel ezt így ki lehet emelni. Ide kerül bele a kötél, és utána ez az eszköz visszaszorul a kötélre. És amikor fölfele húzod, én most nem próbálom az ujjamon fölfele húzni, akkor szabadon megy, viszont mikor, lefelé kapaszkodsz beakad, bele, akkor beakad, nem, és akkor... Beakad. Akkor beakad. Tehát akkor tudsz kapaszkodni a kötélbe. Mert ezen van egy ilyen racsni. Na, értem, ott van egy ilyen racsni, ott. És az belemar a kötélbe. És ezek olyanok, ezek a tüsik, hogy lefele állóak. Tehát amikor fölfele húzod, akkor szabadon tudsz szaladni a kötélen, de visszafele már ez a tüsi beleáll a kötélbe, és rá tudsz terhelni. És akkor a kezeddel foghatod ezt, és akkor a másik kezeddel, meg a jégcsákányon szépen batyoghatsz fölfelé, vagy kalapálhatod fölfelé. Hát ez mondhat, hogy igen, csak hasznos eszköz akkor. Ez az egyik leghasznosabb eszköz. Viszünk magunkkal még ilyen köztöseket, ami olyan karabiner van a végén, ami nem zárható. Viszünk magunkkal a hevedereket, és erre a hevederre lesz majd felszerelve a mászógép. És úgy fog majd hozzám csatlakozni. Illetve viszünk pruszikot. Pruszik, igen, ezt úgy hívják, ez a zsinót, hogy pruszik. Ezzel is nagyon sok jó dolgot lehet csinálni, leginkább önmentést a hasadékba. És az, hogy néz ki, vagy arról mit kell tudni? Tehát előveszed ezt a kis csoda... Ezt a kis csoda bigyót előveszem. Gombolyog, és akkor... Még veszek elő... Tehát ezek mind rajtam fognak lógni, mint a karácsonyfán. És hogyha véletlen belecsúszok egy hasadékba, és a társam tud stabilan tartani, és éppen nem tud standot építeni, hogy húzórendszerrel kihúzzon engem onnan, de viszont tud stabilan engem tartani, anélkül, hogy tovább esnék, vagy tovább csúsznék, akkor az a kötél, amin én belógok, meg két ilyen pruszik, meg egy-két más eszköz még, ami egyébként rajtam van, annak a segítségével ki tudok mászni a másodékból. Aha, véroxigén mérő. Igen. Te megnézi, hogy mennyi oxigén van a véremben. Így van. És akkor ide bedugom, az úgy, fájni fog? Nem, nem fog fájni. Remélem, hogy nem fog fájni. Tuti? Remélem? Nem, melyik ujjamat kell bedugni? Mindjárt életre keltjük. Csak előbb kicseréljük benne az elemeket. Ezt addig a kamerát ide... Nem, ide. Ide lakom vissza jó bevált helyére. Oké. Így egy kicsit elferdülünk. Ő az oximéter. Most bebutol, látom. Így van. És
ő fogja a véroxigént mérni. Ezt mindig viszem magammal, mert magasságyen nagyon fontos tudni a véroxigénem szintjét, mert hogyha túl alacsony a magassághoz képest a véroxigén szintje, akkor bibi van, akkor inni kell. Aha. Azonnal inni kell. Pálinkát. Nem. Ja. Pálinkát. A hegyen nem iszunk alkoholt. A pálinka az azért van, hogy az alaptáborba fertőtlenítsük ki a bélrendszert, ha lehet. Aha. Ugyanis ezeken a hegyeken rendkívül sok olyan mikroorganizmus van, ami itthon nem honos, és nagyon könnyen hasmenést lehet összeszedni. Na, uh-huh. Peti, dugd az ujjad. Nem kell izgulni. Várjál, ezt most... Azt az ah. Na. Biztos nem fog fájni? Biztos. Így van. Oh. És akkor szépen türelmesen várunk. Lélegezz. És ne beszélj. Na, 97%-os a véroxigén szinted, és 70-es, 69-es a pulzusod. Túlélem? Ezen a szinten, itt ezen a fantasztikus 100 méteren ez egy teljesen normális, elfogadott szuper érték. Nem, egyébként nem fájt, nincs benne tű, nincs, amúgy volt egy ilyen sanda gyanú, hogy van benne egy picike kis tű, ami amikor összecsukod, akkor kicsit megszúrja, de nincs. Tényleg nincs. Nem csak a kabát fontos, hanem fontos a vastag nadrág. Tehát van egy olyan mászó nadrágom, ami jó vastag béléssel bír, aha, polárbéléssel. Egyébként ezt softshell nadrágnak hívják. Én ezzel a softshell nadrág alá szoktam még aláöltözőt felvenni, merino gyapjus aláöltözőt, abból is kettő vékonyat, vagy egy vastagot. Uh-huh. Erre rákerül egy héj nadrág, ami eső nadrág egyébként. Fölülre kerül az aláöltözőből kettő vékony, vagy egy vastag, és álmaim ne továbbja. Ez a fantasztikus nagy pehelykabát. Ebben nem lehet fázni. Ebben lehetetlen fázni. Ebben úgy nézek ki, mint egy Michelin baba. De az nem baj, legalább nem fázol. És ez is ugyanilyen pehelyel van kibérelve. Ez pehely. Ez 800-as minőségű pehely. Aki tudja, mit jelent ez, annak örülünk. Meddig mozog ez a skála? Ez a skála 900-ig mozog, tehát ez a nullától? Igen, a nullától, aha, a semmitől. A semmitől. És itt is lehet kapni Magyarországon nagyon spéci pehelykabátokat, uh-huh, Decathlonba erre-arra, de ilyet nagyon ritkán lehet kiszúrni. Uh-huh. És ez nagyon jó kabát, van rajta millió egy zseb. Itt tartom, uh-huh, a fényképezőgépet, hatóhovaimat, a magasságmérős órát azt itt. Aha. Hogy tudja mérni a magasságot, mert hogyha a kezemen van, akkor nem fogja látni a szenzor, mert annyira be van bugyolálni, lehetetlen. És akkor a melegítókát bent, meg még itt a telefon, tehát rengeteg hely van benne. De és mindettől függetlenül. Mondjuk ez a márka, ez tipikus ilyen hegymászós dologról hát ismert, ez nem? Ez North Face márka, így van, ez neki, ő gyártja az egyik legjobb, legvastagabb közszerelést. Lassan most már a vlognak a végéhez közeledünk. Még látok itt két zászlót. Van itt egy makó zászló, ami egy itt van, meg van egy másik. Ugye Évivel együtt sportolunk, egy edzőterembe járunk, és van nekünk egy csoportunk, egy 8 fős csoport, akinek kellett készítsek nem olyan régen egy logót, és most kiderült, hogy miért kellett ez a logót csinálni. Erről van szó, erről a logóról, ez az edzőteremnek a logója, ide járunk edzeni, és ő ezt most fel fogja vinni majd a csúcsra, így, ha minden rendben megy. Pontosan, reményeim szerint. Szóval ezért kellett ez a logó, úgyhogy ez most megy, hány méteren mentek még egyszer, mert ezt elfejtettem már. 7126 méterre. Ilyen magasra még nem csináltam logó. Évi, nagyon szépen köszönjük neked ezt az élménybeszámolót. Nagyon szívesen. Én csomó új dolgot tudtam meg. Remélhetőleg, hogy ti is. Évinek a YouTube csatornáját be fogom linkelni a videó leírásába, meg ki fogom ide biggyeszteni egy-két videóját ide valamelyik sorokban, már nem tudom melyikbe. Ott lesz, ha rákattintotok, akkor eljutotok a csatornájára. És hát sok sikert kívánunk a mászáshoz, meg a csúcstámadáshoz. Köszönöm szépen. Várlak vissza majd, hogyha visszaérkeztek, akkor csinálunk még egy bejelentkezést, jó? Oké, rendben.
Hát ennyi lett volna a vlog. Remélem, hogy nagyon tetszett, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy osszátok meg. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok egy diszlájkot, teljesen mindegy, rátok bízom. Ha most látjátok először a vlogot, akkor ne felejtsetek el feliratkozni valahol a csatornára. Ha már feliratkoztál a csatornámra, akkor nyilván nem tudsz még egyszer feliratkozni, vagy mondjuk leiratkozni, és utána feliratkozni, azt tudod. Találkozunk a következő vlogban.